Egy éve a tankerületi központ fogja össze a megye tanintézményeit. Az eddigi időszak munkájáról, feladatairól és a jövőbeli tervekről is szó volt a témával kapcsolatban szervezett beszámolón. 16. decemberében átvettük az intézmények működtetését az önkormányzattól. Mivel ugye egy nagyon nagy tankerületről beszélünk, ezért 20 önkormányzattal kellett a tárgyalásokat lebonyolítani, és 50 intézménynek a működtetését vettük át. Ezen kívül 6 tankerület olvadt össze egy tatabányai székhelyre. Most azért, hogy zökkenőmentes legyen a feladatellátás és a kapcsolattartás ezzel a sok intézménnyel, ezért nem csak tatabányai székhelyen működik a tankerület, hanem Esztergomban egy irodát működtetünk, Kisbéren pedig egy telephelyet. És megvalósítottunk egy úgynevezett ügyeleti rendszert. Ez azt jelenti, hogy a másik 3 járásban, ahol sem székhely, sem iroda, sem telephely nincsen, ott a héten egyszer ügyeleti rendszert biztosítunk, kimennek helybe a kollégák, és akkor ott helybe tudják az intézményekkel intézni a fontos ügyeket. Nagyon örülünk, és nagyon fontos számunkra, hogy a gyermekeknek olyan körülményeket biztosítsunk az iskolában, amit a 21. század elvár tőlünk, mind infrastruktúrálisan, mind pedig taneszközökben. Tehát ez a fejlesztés, ugye az épület megújul, nagyon fontos, hogy az iskola udvar is megújul. Épül egy új tornaterem, a meglévő tornatermünk folytatásaként. Meg lesz oldva az akadálymentesítés az egész épületen belül, valamint újabb osztálytermek, csoporttermek kialakítására is sor kerül, ami szintén nagyon fontos a csoportbontással kapcsolatban, hogy hatékonyabban tudjuk tanítani a gyermekeket. Megújul természetesen a víz, villany, közmű, csatorna, tehát mindez megújul iskolánkban. Mivel ez egy nagy iskola, ez nyilván nagyon nagy beruházás. És mindemellett, ugye az infrastruktúra mellett nagyon fontos, hogy a taneszközök is megújulnak, szaktantermek lesznek kialakítva. A Tatai Vaszari János Általános Iskola mellett tagintézménye a Jászmin utcai Általános Iskola is megújul 2018-ban.